online koncertet adtak a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola pedagógusai. A rendhagyó formában megrendezett hangversenyt televíziónk stábja rögzítette. Mi zeneiskolai tanárok most már évek óta hagyományosan, vagy karácsony táján, vagy farsang, vagy tavasz elején tanári koncertet szoktunk rendezni. És hát sajnos most ez a vírus helyzet úgy adta, hogy ugye nem, hogy a zeneiskolában nem járhatnak a gyerekek, koncerteket sem tarthatunk, se növendékkoncertet, se gyerekkoncertet, és fiatal kollégáimnak jutott eszébe, hogy hát ha már használjuk az online rendszereket a tanításra, akkor próbáljunk meg egy online tanári koncertet létrehozni, felvenni, mert hogy annyira hiányzik már nekünk is, a gyerekeknek is, úgy vettük észre, sőt szülői visszajelzést is kaptunk, hogy a tanári megmutatkozás, ami ugye gyerekeknek például is szolgál, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy akkor legyen egy online tanári koncert így a tavasz elején. Akik itt most felléptek, nagy izgalommal készültünk, mert hát azért ez más, mint egy élő koncert. Ezt tudjuk, mert ugye mi most itt az online oktatásban a gyerekektől is kértünk felvételeket, és szerintem mi is annyira izgultunk, mint amikor a gyerek egy felvételt hoz. Hát mert mi a felvétel lényege, hogy az tökéletes legyen. A koronavírus járvány miatt a hagyományos nyíltnapokat sem tudták megtartani idén az intézményben, ezért a felvétel arra is szolgál, hogy megismertessék leendő tanítványaikkal a választható hangszereket. Már a farsang idején a gyerekekkel együtt a fúvós tanszak készített koncertet, amit azért megosztunk a világhálón, és hát szeretnénk ezt is megosztani, és egy kicsit megmutatkozni, hogy a zeneiskolában milyen hangszereket lehet választani. Ugye most láttunk itt fúvóst, ütőst, gitárt, ezen kívül még ugye a zongora hangszert, a vonós hangszereket, és hát ami fontos, hogy természetesen a kicsik jöhetnek szolfés elméletet tanulni, és egy év után akkor választhatnak a repertoárból. Mi nagyon szeretnénk minél előbb a közönség előtt játszani, mert annak azért más milliója van. Úgy látjuk, hogy sajnos ez a tanév ez így fog kifutni, de bízunk abban, hogy a következő tanévben már találkozhatunk a közönségünkkel, és a gyerekek is találkozhatnak a szülőkkel egy-egy koncert alkalmával. A következő élő koncertig azonban marad a közösségi média felülete az események és információk megosztására.